Június 8-a és 11-e között az Allé Bevásárló Központ mellett rendezték meg a 14. Újbudai Könyvhetet, párhuzamosan a hagyományos belvárosi Vörösmarty téren látogatható központi eseménnyel. Nem csak az elmúlt negyed év sláger kiadványait lehetett itt megvásárolni, a meséktől a szakirodalomig mindent meg lehetett találni. Az ünnepi könyvhetet a Literatúra Irodalmi Folyóirat főszerkesztője Supka Géza javasolta 1927-ben. Az Újbudai Könyvhét megnyitója az meggyőződésem szerint minden újbudainak egy ünnep, hiszen Supka Géza, aki magát a könyvhetet kitalálta az 1920-as években, az Újbuda lakója volt. Így büszkén állíthatjuk és mondhatjuk azt, hogy valahonnan Újbudáról indult a könyvhét. Ennek megfelelően is a hagyományokat is ápolva, ez a 14. olyan könyvhét, amit itt nyithatunk meg Újbudán. Én azt gondolom, hogy ez nem csak egy fővárosi rendezvény, hanem nagyon fontos, hogy legyenek kerületi alrendezvényei is, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezt megrendezhetjük. Az új könyvek illata, az ismeretlen történetek varázsa mindig elcsábítja az olvasni szeretőket. A könyvekben feltáruló világ különösen színes, ilyenkor tavasszal, amikor hozzájuk kötődő programok is várják az érdeklődőket. Az Allé mellett évről évre, minden évben csatlakozunk a központi ünnepségekhez, amit a Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 1929 óta minden évben megszervez. És természetesen az önkormányzat támogatásával minden évben színpadi programok, mesék, koncertek, előadások, irodalmi programok vannak a színpadon, úgyhogy az újbudaiak kulturális életének ez már szerves része, hiszen már 14. alkalommal, ahogy említettem, minden évben számítanak rá, és az irodalomkedvelők a vásárban különböző kedvezményeket kapnak, válogathatnak az újdonságok között, dedikálásokkal találkoznak, úgyhogy kicsiknek, nagyoknak egyaránt érdekes program. Az olvasás ünnepét számos más program is színesítette, felléptek például a Weiner Leó Zeneiskola és a Petőfi Musical Studio ifjú színészei.